A sétaerdő környékén is gyakran látnak a helyiek nagyobb kóborkutyafalkát vagy magában kóborló ebet. Nevena Kovácsevics a közelben lakik. Mindennapi sétája során szinte mindig találkozik gazdátlan kutyákkal. Nekad se uplašimo od njih, ali nekad ne, sve zavisi. Pas koji šeta uz gazdu, taj je opasniji nego one lutalice. Eto. Zašto mislite da su oni opasni? Pa zato što ja sretnem sa gazdom, pa zna da zalaje. A ovi koji šetaju, koji idu sami, koje su lutalice, rijetko kad su opasni. A Tesla telepi piac környékén is gyakran látnak kóborkutyákat a polgárok, de csak kettesével, hármasával kóborolnak, nem nagyobb csoportokban. Futó Rózsa a piacon árul, és azt tapasztalja, hogy nagyobb gondot jelent a kutyák póráz nélküli sétáltatása. Én itt sűrűn látok gazdátlan kutyát, de főleg aki gazdi után fut, és kóborol itt a piacon is, a környékén is, ami mondjuk nem helyes, mert a piacon ott nem kellene póráz nélkül kutyát engedni. Jó lehet, hogy a gazdi nem is tudja ezt, hogy utána ment, de azért figyelni kellene ezekre a dolgokra. A Pannon TV közügyek című műsorában Losonc Dávid ügyvéd beszélt arról, hogy mi a teendő, ha valakit kutyatámadás ér. Azt is elmondta, a kutyaharapás felelősségének megállapítása több tényezőtől függ. Amikor a kutya kikerült a gazdája ellenőrzése alól és közterületen kóborol, az még nem feltétlenül bizonyítja a gazda felelősségét. Fontos tudni, hogy a gazda által megtett intézkedések elegendőek voltak-e. Az alapjog minden károsultnak az, hogy bírósághoz forduljon kártérítés iránt. Természetesen ezt megteheti bírósági eljárás nélkül is, úgy, hogy magához a tulajdonoshoz forduló kártérítés igénye, és mindenkinek megvan a lehetősége, mind a két félnek, a károkozónak és a károsultnak is, hogy bíróságon kívül megegyezzenek. Mindenben. Amennyiben ez nem történik meg, illetve amennyiben a károsult nem a bíróságon kívül eljárás mellett dönt, abban az esetben bírósági eljárás kell, hogy kezdeményezze. Losonc Dávid hangsúlyozta, ilyen esetekben nincs kártérítési árjegyzék. A per kimenetele, a megítélt kártérítés a bíróság mérlegelésétől, illetve az ügyben megállapított tényállástól függ.